Kedves testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét. Úgy, amint az írva található Mózes 5. könyvében, a 9. fejezet 9. versétől a 19. versig terjedő ige szakaszban. Isten igéje szól tehát hozzánk a megnevezett és kivetített látható ige szakaszból eképpen. Amikor fölmentem a hegyre, tudnélik Mózes, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen maradtam 40 nap és 40 éjjel. Kenyeret nem ettem, és vizet nem ittam. Akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az ígék, amelyeket elmondott nektek az Úr a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. A 40 nap és 40 éjjel elteltével adta át nekem az Úr a két kőtáblát, a szövetség tábláit. Akkor ezt mondta nekem az Úr, indulj! Eredj le gyorsan innen, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik, és bálványszobrot készítettek maguknak. Majd ezt mondta nekem az Úr. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Hagyj engem, hadd pusztítsam el őket, és hadd töröljem el még a nevüket is az ég alól. De téged náluk nagyobb és erősebb néppé teszlek. Akkor megfordultam, és lejöttem a hegyről. A hegy tűzben égett, a szövetség két táblája pedig a két kezemben volt. Amint megláttam, hogy vétkeztetek Istenetek az Úr ellen, mert borjúszobrot készítettetek magatoknak, és hogy milyen hamar letértetek arról az útról, amelyet megparancsolt nektek az Úr, megragadtam a két táblát, ledobtam a két kezemből, és összetörtem a szemetek láttára. Azután odaborultam az Úr elé, és ugyanúgy, mint először, 40 nap és 40 éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet. Azok miatt, a vétkeitek miatt, amelyeket elkövettetek, amikor azt tettétek, amit rossznak lát az Úr, hogy bosszantsátok őt. Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De ezúttal is meghallgatott engem az Úr.